Április 20-án Dunaszerdahelyre látogatott Várszegi Asztrik. A volt pannonhalmi főapáttal, aki 27 évig töltötte be ezt a funkciót, Huncsik Péter pszichiáter beszélgetett. A helyszín az NFG klub volt, a szervező pedig a Dunakult Polgári Társulás. A fő témát a hit mai életben betöltött szerepe szolgáltatta, továbbá az, hogy milyen hívőnek lenni a mai világban. Várszegi Asztrik elmondta, hogy a hit manapság is nagyon fontos az ember számára, azonban sokan nem értik, amikor az egyház jó hírt és Istenbe vetett hitet hirdet. Meg kell találni a hatékony formát ezen üzenetek átadására, mert a régi módszerek már nem működnek. Ez nem egyszerű dolog, mert amint hangsúlyozta, ma szinte az egész világ a hit ellen van beállítva. Amikor azt hirdetjük, vagy hát próbálja a modern élet, hogy teljesíts ki önmagadat, valósítsd meg önmagadat, az a legfontosabb, ami neked tetszik, ezek azt gondolom mindannyiunk számára téveszmék, és a szerencsétlenségbe visznek bennünket. Az emberi létezés az mindig valakiért van. Szeretem a másikat, a feleségemet, a férjemet, a gyermekemet, a szüleimet, az embertársaimat, és akkor visszakapcsolok a bibliai alaptörvényre, szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, egész valódból, és a másikat, az embertársadat, aki pontosan olyan, mint te, mint önmagadat.